emlékének. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a napi rendelőti felszólalások következnek. Emlékeztetem Önöket, hogy a házszabály legutóbbi módosításával a képviselőcsoport által felkért tagok is felszólalhatnak. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napi rendelőti felszólalása jelentkezett Volner János képviselő a Jobbik képviselőcsoportjából. Gazdagok pártja, gazdagok kormánya címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian kíváncsian vártuk hosszú időn keresztül a Fidesz választási programját, amit az utolsó pillanatig sikerült dugdosni a közvélemény elől. Aztán megismerhettünk egy nagyon általános szövegektől hemzsegő választási programot, gyakorlatilag nulla szakmai tartalommal, nulla konkrét ígérettel, nulla konkrét jövendőléssel a jövőre nézve. Maga a kormány még ellenzékből is többször megfogalmazta azt, hogy nem hisz a megszorítások politikájában, hogy föl szeretné emelni az elesett, egyre inkább szegényedő középosztályt, hogy szeretne változtatni Magyarország gazdasági berendezkedésén, és nemrég a Szél Kálmán tervnek nevezett megszorító csomag sajtóbemutatója alkalmával maga Navracsics miniszter úr is úgy fogalmazta meg, hogy a megszorítások politikája zsákutcát jelent. Aztán azt láthattuk, képviselőtársaim, hogy ehhez képest a 2011-es költségvetésben tovább élnek, tovább maradtak a szocialisták megszorító intézkedései. Kétszerint kérdeztem meg a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, hogy sorolja már föl azt a 6 szocialista megszorító csomagot, amit a kormány meg tudott szüntetni, és amelyet felszámolt, nem került erre sor. Magyarul tovább élnek azok a megszorítások, amelyeket a szocialisták elfogadtak korábban. Aztán ezt megtetézték Önök egy hónap után egy 250 milliárd forintos költségvetési zárolással, majd röviddel később hozzátettek ehhez egy 900 milliárd forintos éves megszorítás jelentő Szél Kálmán tervet, amit aztán igyekeztek szétteríteni a társadalom elesett, bajba került, lecsúszó félben levő középosztályán, azon a középosztályon, amely vállán viszi az országot, és azon a középosztályon, amely a gazdasági kilábalásunk egyik lehetőségét hordozza magában. Elmondhatjuk-e, képviselőtársaim, hogyha a kormány egy olyan adórendszer fogad el, amely a munkavállalók 15%-át érinti kedvezően, akkor ez a kormány a gazdagok kormánya, a Fidesz pedig a gazdagok pártja. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk. Megismertük az APEC jövedelmi statisztikáit, ezekből világosan kitűnnek ezek az adatok. Azonban nem mehetünk el, képviselőtársaim, a közelmúltbeli események, a néhány napja történt események mellett szó nélkül, ugyanis a fideszes arrogancia és pökhendiség sajnos többször is átüt azon a nemzeti mázon, amit Önök magukra erőltetnek, és amelyet folyamatosan próbálnak nemzeti retorikával elnyomni, és lehetőség szerint láthatatlanná tenni. Mire is gondolunk? Gondolhatunk akár Kubatov Gábor nagyképű nyuggerezésére, gondolhatunk akár arra az elharapózó panelprolizásra, amivel Önök folyamatosan illették a választópolgárokat, és gondolhatunk Lázár János Fidesz frakcióvezető úr korábbi nyilatkozataira, illetve a vele kapcsolatos közelmúlt eseményeire. Idézem frakcióvezető urat, és egyben elmondom azt, hogy olvastam a szövegnek az eredetiét is. Az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára, aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér. Ezt tudom mondani, annak annyi az élete. Képviselőtársaim, ezt meg lehet magyarázni különböző módokon. Lehet azt mondani, hogy a képviselő úr nem így gondolta, és nem azokra értette. A lényeg azonban az, hogy a képviselő úr által elmondottak, azok arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a képviselő úr a vagyoni helyzete, az anyagi helyzete alapján sorolja be az embereket,
és a képviselő úr ennek alapján tesz különböző degradáló, súlyosan becsmérlő, kirekesztő kijelentéseket azokra a szegény emberekre, akik önhibájukon kívül többek között az önök elhibázott adópolitikájának következtében egyre nehezebb napokat élnek meg. Tisztelt Fideszes képviselőtársaim, én felszeretném önöket világosítani arról, Magyarországon az emberek számára nem az jelent alapvetően problémát, hogy hova tegyék a megtakarításaikat, hogy egy karibi-szigeteki bankszámlán tárolják-e őket, vagy egy svájci bankszámlán. Képviselőtársaim, a magyar emberek közül 8 millióan a mindennapokban a sárga csekkek rémével küzdenek, és azért kaparnak ezerrel hónap végén vagy hónap elején, hogy be tudják fizetni a csekjeiket, kiegyenlítsék a banki törlesztő részletüket, és ne vesszen el az otthonuk annak a kamat- és hitelpolitikának következtében, amit a közelmúltig érvényben tartottak. És föl szeretném hívni azt, arra is a figyelmet, hogy Lázár képviselő úr nyilatkozata olyan szempontból is rendkívül szerencsétlen, hogy egy olyan ember szájából hangzott el, aki 18,2 millió forinttal költségtérítési rekordere volt az országgyűlésnek, akinek az önkormányzata Hódmezővásárhely első toplistás a magyar önkormányzatok egyfőre jutó eladósodottságában, és akinek a közelmúltig 450 lóerős luxusautóra volt szüksége ahhoz, hogy megközelítse az országgyűlést. Éppen ezért az országgyűlés előtt a mai napon a Jobbik kezdeményezi a rosszabbul élünk, mint 10 hónapja, akinek semmije sincs az annyit is ér címmel politikai vitanapot. Köszönöm szépen! Köszönöm! Kormány nevében Navracsis Tibor miniszter úr két szót. Megadom a szót, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Volner úr frakciót tévesztett, ugyanis ennyire szemérmetlenül és nyilvánvalóan a szegények hátrányos helyzetével, politikai jelszavak felhasználásával visszaélni a szocialisták szoktak, akik ebből üzletet csinálnak. Akik ebből üzletet csinálnak, még ha Novák előtt csak kisebbségi részvényes is ebben az üzletben, akik arra építik a politikai karrierjüket, hogy mélyen a szegények szemébe néznek, és azt mondják, hogy látjátok, a csúnya bácsik elvesznek tőletek mindent, mi szívesen adnánk, csak hát nekünk sincs. Azért nincs, mert ők már régebben elvitték. Volner képviselőtársamnak az a helyzet, hogy rosszul fogja föl a helyzetet, ugyanis a Jobbiknak az elmúlt 10 hónapban számos lehetősége lett volna arra, hogy konkrét indítványokat terjesszen elő. Összesen az elmúlt 10 hónapban annyi történt, hogy egyre többször vannak Gyurcsány Ferenc platformján, mint most például. Mint például most. Ugyanis Volner János pontosan tudja, hogy azok a mondatok, amelyeket felolvasott, azok nem a szegényekre vonatkoztak. Pontosan tudja, hogy Hódmezővásárhelyen évekkel ezelőtt befagyasztották a rezsiköltségeket, azért, mert Lázár János polgármester úgy gondolta, hogy ugyan a kormány helyett akkor nem tud cselekedni, mert ellenzéki polgármester, de azt meg tudja tenni, hogy helyben, amit lehet segíteni a szegényeknek, segít nekik. Volner János pontosan tudja, hogy Hódmezővásárhely volt a deszegregációs program mintavárosa, ennek következtében az oktatási különbségek felszámolásának mintavárosa. Mert Lázár János tudta, hogy ugyan nincsen kormányon, tehát azt nem teheti meg, amit a kormánynak kellene tenni, de azt meg tudja tenni, amit egy önkormányzat meg tud tenni. Kérdezze meg akár az emberi jogvédő szervezeteket, akár a saját kollégáit. A deszegregációs program Hódmezővásárhelyen siker volt. És Volner János egészen pontosan tudja azt is, hogy Lázár János az egészséges vásárhelyért programmal éppen az életkörülmények javítását, az preventív egészségmegőrzést tűzte ki célul, idestova 2 éve, és ennek már megvannak az első eredményei. És ezt is tudja, pontosan tudja, hogy Lázár János nem a város és nem az ország szegényeiről beszélt, hanem az országnak azon szellemi szegényeiről, akik úgy gondolják, hogy egy jó zsíros politikai állást megcsípve, abból eléldegélve, a közhöz semmit hozzá nem téve, hanem onnan csak elvéve, boldogan meg lehet élni. Tegyük hozzá, hogy ez 2008-ban volt ez a beszéd. 2008-ban, amikor, és innen már értem a szocialisták élénkségét a téma iránt,
amikor Gyurcsány Ferenc hivatalban lévő miniszterelnök, aki a 100 leggazdagabb magyar egyike, tegyük hozzá a vagyonbevallásában összesen egy pápai garzonlakás szerepel, akkor azt mondta, hogy teljesen természetes, hogy ő kedvezményesen vásárolja a cégei számára az áramot, hiszen az ember is szezon végi kiárusításnál megvesz egy fürdőnadrágot, hogyha olcsóban látja. Erre mondta Lázár János, Volner úr. Ön ezt pontosan tudja, mint ahogyan tudom, hogy érti is, mert szemétlesütve ül az MSZP szolidaritása mellett. Az a helyzet Volner úr, hogy árnyékra vetődött. Lázár János nem az ország szegényeiről, hanem a politika szegényeiről beszélt. Hogy ön ebbe a kategóriába tartozik, vagy nem, az döntse el. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, szintén napirendelőti felszólalásra jelentkezett Jávor Benedek képviselő úr az LMP képviselőcsoportjából. Új korszak az atomenergiában címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, Lázár képviselő úr kijelentésére hosszabban nem kívánok reagálni. Azt gondolom, hogy nagy újdonság, meglepetés nem ért minket. Kimondta azt, ami a kormányprogram maga, úgyhogy én nem hiszem, hogy ezen a ponton kéne meghökkenni, hogy hogyan viszonyul a Fidesz a magyar társadalomhoz. Van egy sokkal fontosabb és Magyarország jövőjét sokkal mélyebben érintő téma, amiről beszélni szeretnék. Éppen 10 nappal ezelőtt katasztrofális földrengés sújtotta Japánt. Ez nem csak önmagában okozott szinte felmérhetetlen károkat, hanem további súlyos következményekkel is járt, köztük több atomerőmű megrongálódásával. Ezek közül különösen a fukushimai erőműben lezajló folyamatok bizonyultak ijesztőnek. A fukushimai katasztrófa óta új időszámítás kezdődött. Újra kell értékelnünk a nukleáris biztonságról vallott valamennyi nézetünket. 2 hete még azokat az erőműveket és reaktorokat is biztonságosnak hittük, amelyeket ma, miután részlegesen leolvadtak, felrobbantak, életük és egészségük kockáztatásával próbálnak meg lehűteni hősies japán rendőrök, katonák és tűzoltók. Ez alapjaiban megkérdőjelezte, sőt megcáfolta azt, hogy a jelenlegi atomerőművek kockázatai reális módon vannak felmérve, és a szükséges biztonsági paraméterek ennek megfelelően vannak kiszámolva. Japánban rosszul mérték fel a földrengés veszélyt, a várható cunami erejét, elégtelennek bizonyult az áramellátási rendszer megbízhatósága, és utólag az is kiderült, hogy a fukushimai erőmű és a japán atomenergetika története tele van elhallgatásokkal, csúsztatásokkal. Mindennek világszerte ható következményei vannak. Számos országban, így például Németországban is újra gondolják az atomenergia használatát. Az EU a kontinens atomerőműveinek biztonságát készül teljes körülön felülvizsgálni. Magyarország sem kerülheti el, hogy szembenézen ennek az új világnak a feladataival, ami Fukushima után következik. Először is minden a paksi atomerőmű jövőjével kapcsolatos döntést fel kell függeszteni addig, amíg a megfelelő katasztrófa tesztek és az újonnan szükségesnek talált biztonsági vizsgálatok le nem zajlanak. Szükséges a vizsgálatok kiterjedésének köréről egy nyilvános konzultáció, szakmai és társadalmi konzultációt elkezdeni. És szükséges, hogy ezeket a vizsgálatokat független külföldi szakértők részvételével folytassák le. Hosszú távon, és talán ez a legfontosabb, meg kell vizsgálni az új blokkok létesítésének szükségességét. Az LMP eddig is azt követelte, hogy legyenek számszerűsített és hatásvizsgálatokkal alátámasztott forgatókönyvek arra, hogy hogyan és milyen feltételek mellett lehetséges egy paks nélküli Magyarország. Ez szorgalmazza ezeket a vizsgálatokat a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának nyilvánosan elérhető állásfoglalás tervezete is. Ez egyértelműen megalapozatlannak tartja az országgyűlés 2009 év végén kiadott országgyűlési határozatát, amelyben a parlament előzetes elvi hozzájárulását adta az új erőművi blokkok létesítéséhez. Az előzetes elvi hozzájárulásról szóló országgyűlési határozatot ismét elő kell készíteni, meg kell kezdeni új határozatnak a megfogalmazását, amely megalapozott számításokon és tanulmányokon alapszik. Paks esetleges 2 blokkos bővítése
minimálisan 2000 milliárd forintról szól. Azonban az elmúlt 10 évben nemzetközileg is, és Magyarországon is az ilyen nagy beruházásoknak a költsége legalább a másfélszeresére nőtt az eredetileg tervezettekhez képest. Innentől a magyar GDP 10%-áról beszélünk, amikor a paksi beruházásról van szó. 6 darab 4-es metró építéséről. Mindannyian tudjuk, hogy ekkora hitelt kormánygarancia nélkül elképzelhetetlen megszerezni, ez pedig az államháztartási hiányt növelni. A szükséges tőkemennyiség biztosítása ráadásul évekre elszívná a megújuló energiaforrások fejlesztésétől, és ami még fontosabb, a energiahatékonyság növelésétől a tőkét. Végezetül a lehető legteljesebb nyilvánosságot követeljük minden az atomenergiát érintő ügyben, műszaki, biztonsági, környezeti és gazdasági téren egyaránt. A 2003-as paksi üzemzavart kármentesítéséről és az azt követő újraindításról szóló adatokat csak bírósági per nyomán és csak részlegesen hozták nyilvánosságra. Méltánytalannak és megalázónak tartom azt is, hogy az atomerőmű élettartam hosszabbítását takaró Lévai és Teller projektek esetében újabb bírósági pereket kellett indítani ezek nyilvánossága érdekében, és a Fenntartható Fejlődés Bizottság hetekkel ezelőtti kérésére a magyar villamosművek mind a mai napig nem reagált. Fukushima után új világ van az atomenergetikában. Meggyőződésünk, hogy a kormány csak akkor jár el felelősen, ha a paksi atomerőművet a jövőben nem a magyar energetika alfájaként és omegájaként kezeli, amelyhez igazítani kell a magyar energiaszektor fejlesztéseit. Ehelyett meg kell vizsgálni valamennyi szóba jöhető alternatívát, és ki kell számolni ezeknek hatásait és költségeit. Döntéseket csak ezután lehet meghozni. Köszönöm a szót. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, kérdezem a kormány részéről, kíván-e valaki felszólalni? Igen, megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt hangsúlyozni kívánom, hogy a fukushimai atomerőműbe történt eseményeket mind a magyar kormány, mind Európa, mint az egész világ folyamatosan és szinte egyidejűleg figyelemmel kíséri. Az európai és a magyar hatóságok ezeket folyamatosan elemzik. Az eddig begyűjtött adatokból egyértelműen megállapítható, hogy Magyarországot és az Európai Unió tagállamait közvetlenül ezek a hatások nem érintik, környezeti katasztrófa kialakult helyzetét Magyarország és Európa közvetlenül nem érzi meg. A magyar kormány ettől függetlenül a hazai és nemzetközi szinten is minden indokolt intézkedést megtesz a polgárok biztonsága érdekében, hiszen ezt mindenek fölött fontosnak és alapvetőnek tekintjük. Ön pontosan tudja, hogy az energiaellátás az a nemzeti függetlenségünknek a része, tudja, hogy az alapvető energiaellátás biztonsága az az ország működőképességének és 10 millió ember mindennapjainak a része. Ön pontosan tudja, hogy az energia megfizethetősége az minden magyar család alapvető létbiztonságát jelenti. Pontosan tudja és hittel vallja, hogy a környezet jelen középtávú és hosszútávú védelme mindnyájunk számára fontos, de abban gondolom egyetértünk, hogy az emberek biztonsága az elsődleges. Tehát kérem, hogy rövidtávú politikai érdekek miatt ne vonja azt kétségbe, hogy a kormány ezzel nincs tisztában, vagy ezeket a dolgokat másként látja. Éppen ennek tudatába hívta össze Fellegi Tamás miniszter a mai napra az EU az energiaügyi miniszterek tanácsának rendkívüli ülését, ahol most ezekben a percekben is a aktuális nemzetközi fejleményeket tekintik át, és megvizsgálják az eseményeknek a nemzetközi energiapiacokra, az Európai Unióra, és így a hazánkra gyakorolt hatását is. A nukleáris biztonság ügyében, és ebben egyetértünk a világon, és ezen belül Európában és Magyarországon egységes megközelítésre van szükség, amelynek részét képezi egy önkéntes alapon végrehajtandó biztonsági és kockázati értékelés, a szakmában stressztesztnek elnevezett folyamat. Természetesen Magyarország önkéntes alapon ebbe a felmérésben részt vesz. A nemzetközi szakértői csoportok folyamatosan elemzik az imént elmondottakon túl azt is, hogy a fukushimai erőmű kiesésének milyen gazdasági hatásai lesznek. Képviselő úr jól tudja,
hogy a japán nukleáris válság, a németországi reaktoroknak a lekapcsolása, és ezek nyomán az atomenergiával szemben növekvő ellenállás fokozódása hosszabb távon emelheti a szokványos energiahordozók iránti keresletet, ami viszont az egész piacon egy globális áremeléshez fog vezetni. Ezt mi sem bizonyítja jobban.